Szeretettel köszöntöm Grand Pierre Attilát, aki a világ jelentős természet tudósai közé tartozik. Egyszerre fizikus, csillagász, magyar őstörténetkutató, és közben író, költő és zenész. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Egységes világképet alakítottál ki, ahol a világegyetemet élőnek tekinted, a magyarságot pedig egy ősi kultúra hordozójának. Életed szerves része immár 47 esztendeje a Vágtázó Halott Kémák, a VHK, a magyar underground zenekarok kiemelkedő képviselője. És beszélgetésünk fókuszában elsősorban a zenekar és a rajongók közös értékválasztását, a közösségformáló erőket szeretném helyezni. Próbáljunk meg majd a beszélgetés vége felé találni közös pontokat, amik korszakokon átívelően is érvényesek, olyan értékeket találni. De ehhez azt gondolom, hogy először be kell mutatni, meg kell ismernünk az általad képviselt gondolatrendszert. Mik hatottak rád, talán édesapád munkássága, vagy akit fontosnak tartasz, azt szeretném, hogyha bemutatnál egy picit. Igen, édesapám kolozsvári Grand Pierre Endre, híres író és őstörténelem kutató. Az emberiség őstörténelmét, a magyarság őstörténelmét úgy látta, hogy mi voltak éppen, volt egy aranykor. Egy mágikus kor, amikor mágikus erők bontakoztak ki a társadalomban is, és az emberben is, és hatalmas közösségi ünnepeken fejlődött tovább az a műveltség, ami az emberi válás óta az emberiség sajátja volt. És ez az aranykor szűnt meg valamikor az úgynevezett történelmi idők kezdetén. Az írásbeliség 5000 éves korszaka alatt már úgy tűnik, hogy itt már ez a csodálatos kor megszűnt, de a nyomai azért megvannak, és mivel ez évmilliókig állt fönt ez az ősi kor, az az ős erő, ami a világegyetemet hajtja, és ami az emberi válást is hajtotta, és ami az embernek a lényege, ez az ős erő, ez továbbra is jelen van. Ösztönösen érezzük, és ez az, ami a legfőbb meghatározója az életemnek, és a VHK zenéjének is. Uh-huh. Ez az őserő. Ez az őserő. És úgy értelmezem, hogy szeretnéd megfejteni a világegyetem lényegét, célját, és ezekhez való útat megtalálni. Igen, a édesapámtól kaptam 17 éves koromban a Bauer Ervinnek az Elméleti Biológia című könyvét, és ebben nagy megdöbbenésemre azt olvastam, hogy az életnek is létezik egy természettörvénye, vagyis ami mindig és mindenhol érvényes, és ez a természettörvény az abban áll, hogy azok az élőlények élnek, amelyek, az az életnek a lényege, hogy minden pillanatban minden erőnket, minden képességünket mozgósítsuk az élet minél magasabbra szárnyalása érdekében. És megértettem, amikor ezt elolvastam, hogy a fűszál a réten, ő mindent bedob. Azért, hogy ő olyan fűszál legyen, hogy azok között, a körülmények között annál sokkal külön fűszál nem nagyon lehetne. És viszont az emberek nem teszik meg azt, amire képesek. És nagyon, nagyon ég és föld a különbség a között, amik lehetnénk, és a között, amik vagyunk. De hogyha mindent megtennénk érte, akkor ez egy óriási dobás lenne. Az emberi történelem, az nem csak a saját életünk bontakoznak ki, és sokkal jobban éreznénk magunkat, mert akkor ez az őserő, ez az életnek a szikrája, az egy olyan láng lenne, ami az égig ér. De a mai világban sokan úgy élnek, hogy ez az életnek a lángja az éppen csak pislákol, vagy csak néha-néha egy kis szikraként tűnik föl, de van, aki szinte bele se szagol az igazi életébe, és úgy esik be a sírba, hogy még nem is halvány fogalma nincs róla, hogy mi lehetne az igazi élet, vagy tulajdonképpen mire született a Földre. Ezért mondtátok, ugye az induláskor, a zenekar induláskor, hogy tesz halottak az emberek, és rázuk fel őket. Ezért halott kémek, ugye? Ez a Vágtázó Halott Kémek névnek ez az alapja, a kiinduló eszméje, hogy a vágtázással, vagyis a teljes élet mozgósítással kiugrasszuk az emberekből a bennük lappangó erőt, és hogy lássák azt, hogy milyen fényes,
nagyszerű erők élnek az emberben, hogy, és ezzel ők is élhetnek. És hogy így kigyújtsuk az élet lángját, és az igazi életnek a vágyát kigyújtsuk minden emberben, és hogyha ez kigyullad, akkor más lesz a világ. Vannak a fizikai dolgok, a biológiai és a pszichológiai dolgok, és ezek egy egységes egészet alkotnak. Közülük, ha jól vettem ki, az élet a legfőbb erő, az életelv. És ezt talán meg is lehet találni a régi magyar gondolkodásban is, a szimbólumrendszerünkben is. Erre tudsz példát mondani esetleg? Igen. Hát megpróbálom elmondani röviden, hogy itt tudni, hogy kialakult egy egész egységes elképzelés arról, hogy a világegyetem hogyan a valóság hogyan épül fel, és egy csodálatos és elképesztő és hihetetlen, végtelenül zseniális módon, ugye persze a természet zseniális, és a mai világ ezt nem látja. A mai világ azt mondja, hogy minden anyagból áll, az anyag, hogy pontosan mi az anyag nem határozza meg, de lényegében ez azt jelenti, hogy az ember az egy tehetetlen rakás, rög, egy anyagcsomó, ami még csoda, hogy egyáltalán mozog. Tehát nem sokat lehet várni egy anyagcsomótól, akinél azt se igazán értjük, hogy mitől mozog. Na, de az, a valóság az nem ez, és nem is ezt érezzük magunkban, hanem azt, hogy az élet, meg kell felelnünk azoknak a önmagunknak, a magunkban rejlő erőknek, az életünknek, és az a valami, aminek meg akarunk felelni, arra jöttem rá, hogy ez maga az élet ösztön. És ez az élet ösztön az őserő, ami attól őserő, hogy az élet maga az ős élet, ami időtlen idők óta teremti önmagát. Az anyag az egy rakás szerencsétlenség, hogy úgy mondjam, egy rakás tehetetlenség mondjuk pontosabban. Tehát az anyag az nem képes maga cselekedni. És ezért az anyag nem lehet örök. Az mindig csak azért változik, mert van egy mozgatóerő, egy cselekvőerő. És az, aminek az a lényege, hogy mozgatóerő legyen, és ami saját változásait saját maga idézi elő, ez az élet. Uh-huh. Az élet élni akar, lenni akar, cselekedni akar, fejlődni akar, és ebben áll, erre irányul. Az élet maga az élet kiteljesedésére irányul. És mi ezt érezzük, hogy szeretnénk, hogyha az életünk kiteljesedne. És csak nem tudatosítjuk eléggé. És fontos, hogy akkor vagyunk rajta a szeren, hogyha ezt nem engedjük el, ezt az érzést, ezt a vágyat, hogy szeretnénk igazán élni. Ott kell lenni, és vinni kell, hagyni magunkat sodortatni ettől az őserőtől, az élet vágyától. És röpülni kell az élet kiteljesedése felé, mert az élet tudja, hogy hova akar röpíteni bennünket. Tehát, hogy rá lehet hagyatkozni erre a bennünk élő ösztönös teremtő erőre, és ezért a VHK-nak a zenéje kezdettől fogva ösztönös. Uh-huh. És nem is ezért, hanem ösztönösen ösztönös. Uh-huh. Tehát nem volt akkor még tudatosság, amikor elkezdődött ez a zene karnak a története 1975-ben. És utána eltett még jó sok idő, jó sok év és évtized, amíg lassanként kirajzolódott előttem, hogy megértettem,
azt, hogy a világegyetemet hogy lehet felfogni. És röviden úgy, hogy van a jelenségvilág, az, amit a külső érzékszerveinkkel érzékelünk, vagyis a szemünkkel, fülünkkel, amit látunk, hallunk, tapasztalunk, ez a világnak az egyik szintje. De ez olyan átláthatatlanul bonyolult, hogy ezt megérteni csak akkor tudjuk, amikor a közöttük fönnálló összefüggéseket megértjük, és ezek között az összefüggések között a legfontosabbak azok az összefüggések, amelyek mindig és mindenhol érvényesek, és ezek az összefüggések azok, amiket éppen ezért külön névvel illetünk, törvényeknek nevezzük őket. A természeti jelenségek terén ezek a természettörvények. És egyetlen egy természettörvény végtelen sok jelenséget képes megmagyarázni, ezért végtelenül tisztább és egyszerűbb képet kapunk a világról, ha a természettörvények világában nézünk körül, mint hogyha a jelenségvilágot nézzük, mert annak se vége, se hossza. A természettörvényekből viszont, hogyha ott megpróbálunk kiigazodni, meg kell ismerkedni akkor, hogy milyen természettörvények léteznek. És tehát ez a valóságnak egy mélyebb szintje. És van egy még mélyebb szintje, azt fedeztem föl, mert az összes fizikai törvény levezethető egy még mélyebb szintű törvényből, amit úgy hívnak, hogy a legkisebb hatás elve. És onnantól, és ennél mélyebb fizikai törvény már nincs. Uh-huh. És ebben a legkisebb hatás elvében benne van az összes fizikai törvény, abban pedig benne van az összes jelenség. Tehát, mint egy dióhéjban benne van az egész fizikai világ, egyetlen egy kis dióhéj tartóban, hogy úgy mondjam, a legkisebb hatás elvében, a fizika legmélyebb törvényében. Ugyanez a helyzet a biológiai jelenség, biológiai törvény, biológiai elv, biológiai alapelv, és az értelem terén is a gondolatoknak vannak törvényei, természettörvényei, ezek a logika törvényei, és a logika törvényeiről tudjuk jól, hogy visszamennek még mélyebb szintű törvényekre, amiket axiómáknak nevezünk. Ezek az axiómák, logikai axiómák megfelelnek annak, ami a fizikában a legkisebb hatáselve, és a biológiában a Bauer-el, vagy az életelv. Tehát, hogyha tisztában vagyunk ezekkel az első elvekkel, mind a három téren, akkor tudjuk magyarázni a jelenségeket a világban. Akkor kiigazodunk a világban, és megértjük az egész világegyetemnek a lényegét, hogy van három valóságszint, jelenség, törvény, elv, három valóságfajta, anyag, élet, értelem, és akkor ez egy 3x3-as rendszer, és ez az egész egy egységet alkot, tehát ez egy egyháromság. És ezen kívül van még, ami nagyon fontos, az, hogy az életelv az, ami ezt a három alapelvet magában foglalja, tehát az életelvtől lesz a világ egy. És ez azt jelenti, hogy az életelv az, ami a világegyetemnek a legfontosabb teremtő ereje, és ez az életelv a világegyetemnek a teremtő ereje, mindent ez mozgat, ez az a természettörvény, ami minden változást, ez a hajtóerő. És ez az a hajtóerő, ez a kozmikus hajtóerő, ez a kozmikus mozgatóerő az, ami mindent a világegyetemben áthat, mert a világegyetem nem más, mint minden létező egységes egésze. Tehát bennünket is áthat, és amikor bennünket áthat, és mindig áthat, azt nevezzük mi életösztönnek, amikor ezt felfogjuk. Tehát a mi életösztönünk valójában a világegyetem életösztöne, az életelv, és ez az őserő. És ez miután az élet közösségi természetű, mert minden ember családban születik, a család az a nemzetnek a része, a nemzet pedig az emberiséghez tartozik, az emberiség pedig a földi élővilághoz tartozik, a földi élővilág pedig a kozmikus élővilághoz, tehát ezért, és a sejtjeink alkotják a szervezetünket, ezért itt egy hét szinten szerveződik meg az élet, csodamód. Ezek ilyen mágikus számok, mert a hármas után a hetes. Igen, igen. Sejt, egyén, család, nemzet, emberiség, földi élővilág, kozmikus élővilág. Na és akkor így kirajzolódott egy 3x3-as hetesség. Ez a hetesség az a közösségi összetartozást jelenti, a kozmikus összetartozást, az élet közösségi természetét, és ezeket könnyű képekbe átültetni, mert egyrészt egy egyháromságról van szó, egy olyan egyháromságról, ami az élet egyháromsága, amiben az életelv az, ami magában foglalja az anyagelvet és az értelemelvet. Tehát, hogyha három teremtő erőről van szó, három alapelvről, akkor a középső az, amelyik
től az egész egy egységes egész, és kirajzolódik előttünk egy kettős kereszt. Igen, és így jutunk el a szimbolikához, a magyar... A magyar, és ez egy olyan jelkép, hogy... ugye, aminek egy életfa, aminek az életfának a törzse az, amiben az életerő megy, mert ez az életelvnek a megfelelője, ez a függőleges vonal. Az alsó az anyagelvé, a felső az értelemelvé, és így akár akarjuk, akár nem, eljutunk a kettős keresztnek egy olyan értelmezéséhez, ami egyrészt egyháromság, másrészt életfa, és ugyanezt tapasztaljuk az ősi magyaroknak, Árpád népének a régészeti leletein, kettős kereszt szerepel, ami életfa, funkcióban életfa szerepet tölt be, és az egyháromságnak a jele. És az egyet képviseli, a kozmikus egyet. És kiderül, hogy ez a hetesség is megjelenik az árpádi magyarok régészeti leleteinek a jelképein, és a hármas hármasság is. Tehát az Árpád népe ismerte ezt a kozmikus rendszert, a világegyetem lényegét. És hogyha hozzáteszik, hogy a világegyetem minden létező egységes egésze, akkor ez azt jelenti, hogy igazából minden létezőnek a lényegét, lényegének az ismerete az ölünkbe pottyan. Ez a legfontosabb tudás, ami lehetséges. És ez mind az életösztönből fakad, az őserőből. És a legújabb kori kutatások ezt tudsz esetleg kiállni valamit, ami ezt igazolja? Tehát ilyen forradalmi dolgok, amikről mostanában jöttek rá, és ez beigazolja ezeket a dolgokat? Miközben én ezzel a témakörrel foglalkoztam, és a nap esetében mutattam ki, hogy a napnak van egy saját tevékenység, egy öntevékenység, és ez a napnak a naptevékenység, ez egy élettevékenység, ezt sikerült kimutatnom éppen a Bauer-Erwin elméleti biológiájának a segítségével. Miközben én ezzel foglalkoztam, közben kifejlődött egy csomó olyan tudományág, ami hasonló eredményre jutott, tehát kimutatta, hogy az élet és a világegyetem az olyan kapcsolatban áll egymással, hogy a kettő közül az élet az alapvető, és a világegyetem, a látható világegyetem az ennek csak a gyümölcse, a megnyilvánulása, a látható felszíne. Például itt van az antropikus kozmológia, amely kimutatta, hogy a fizikai állandók és a fizikai törvények és a kvantumfluktuációk azok olyan, mind olyanok, hogy az pont abban a szűk tartományban esik, ami az életnek kedvező. Akkor az asztrobiológia kimutatta, hogy a világegyetemben mindenhol a fizikai, kémiai folyamatok olyan irányba haladnak, ami az élet kifejlődése számára kedvező. És ezért az asztrobiológusok között egy általánosan elfogadott tétel az, hogy amit a Nobel-díjas Christian de Dube fogalmazott meg, hogy az élet az egy kozmikus parancs. És akkor ettől függetlenül az élet eredetének a kutatásában egyrészt Oparin is arra jött rá, hogy a biológiának saját törvényei vannak. Bauer Erwin ugye megfogalmazta ezeket a törvényeket. Az élet a Földön, most az élet eredetének a kutatásában kiderült, hogy az élet szinte azonnal létrejött a Földön, ahogy a bolygó egy kicsit is megszilárdult, több mint 4,2 milliárd évvel ezelőtt. És hogy laboratóriumban, hogyha elkezdik vizsgálni, hogy mondjuk egy villám belecsap egy olyan anyag törmelék levesbe, ahol minden megvan, a szén, oxigén, nitrogén, hidrogén rendelkezésre áll, akkor ez, amint van ehhez elég energia, rögtön átalakul elsősorban olyan aminosavakká, amik éppen az életnek a jellemzői. Pedig sokkal többféle aminosav létezik. Szóval, és úgyhogy a legtöbb tapasztalati kísérleti, a Miller-Urey kísérletnek az eredménye azt mutatják, hogy létezik egy olyan természettörvény, ami az élet kifejlődése felé tereli a folyamatokat. Tehát tapasztalati úton, kísérleti úton bebizonyosodott amit a Bauer Erwin mond, és amit én 17 éves koromban olvastam, hogy az életnek valóban van egy természettörvénye. Na most egy természettörvényt nem lehet legyőzni. Tehát ez egy, hogy mondjam, nagyobb nálunk, nagyobb az embernél, nagyobb a mai világnál. Tehát ez az, ami győzni fog, és az emberiségnek a sorsa összefügg ezzel. Olyan zenét kell játszani, olyan érzéseket kell átélni, amik összekötnek bennünket ezzel az örök erővel, és ezek az erők azok, amik kigyújtják az élet égigérő lángját valóban, a mindenséget éltető erőket kigyújtják bennünk, és akkor élünk igazán.
És így eljutottunk a művészetekhez, zenéhez, és van olyan dolog, amit a tudomány nem tud elmondani számunkra, de a zene igen. Maga az az érzés, ugye, ami az emberben megszületik, vagy amikor zenélünk, hogy elkezdődik az, hogy hangokat hallatunk, és nem tudjuk még, hogyha ösztönösen zenélünk, akár csak egy kicsit is ott van bennünk az alkotó, intuíció, tehát hogy szabadon hagyjuk, hogy bármikor jöjjön az ötlet, vagy jöjjön az indítatás. Úgy zenélünk, hogy nem arra irányul a zenénk, hogy előtte megírjuk, és utána lejátsszuk, mert az egy olyasmi lenne, mint egy bemagolás, és annak a visszaadása. Hanem mi, ahogy mondjam, azt az érzést keressük, amiért zenélünk, tehát ezért, amikor elkezdünk zenélni, mi varázserőnek tekintjük a zenét, mert a hangok hatnak ránk. Olyan érzéseket tudnak előidézni, hogy csak nézünk. És ezért kíváncsiak vagyunk, és az, hogy milyen hangokat hallatunk, az pedig tőlünk függ. Tehát megpróbálunk olyan hangokat kiadni, vagy olyan hangokat hallatni, amik a legvarázslatosabb erővel hatnak ránk. És hogyha ilyen hangok, hogyha megtaláljuk, mert ez ösztönösen megjön, akkor, vagy ahogy érezzük, érzékelünk, akkor hát tulajdonképpen ösztönösen megjön, akkor elkezdünk bekerülni ebbe a hangulatba, ebbe az állapotba, és akkor lassanként átadjuk a vezetést ennek az érzésnek, ahogy tetszik, megtetszik valami, amit csinálunk, ami spontán kijön. Megtetszik, és megyünk utána, hogy a szimatot kapunk. Hagyjuk, hogy az vezesse a hangkeltő képességünket, ami tetszik, ami jól esik, ami izgalmasnak látszik. És átadjuk ennek ennek az erőnek, ennek a jelenségnek, ennek a tetszésnek a vezetést, hogy vezessen bennünket, mert az a legjobb, hogyha olyan zenét játszunk, ami a legjobban tetszik. Nem? És hogyha ez sokszor előfordul veletek is, de akár ráragad a közönségre is, hogy egyfajta módosult tudatállapot, extázis. Egyfajta teljesebb tudatállapot, amikor az ember él. Ugye most igen. Sokszor úgy nézünk ki, mintha élnénk, de nem történik semmi. De amikor az ember él, akkor minden porcikájában, hogy mondjam, átjárja az élet szeretete, az élet vágya, az élet kiteljesedésének az élménye. És nem olyanok vagyunk, mint egy fadarab. Nem fából vagyunk, hanem, hogy mondjam, igazi erőből. Igen, és ez a egyfajta alkohol és drogmentesen elérhető tudatállapot. Ez az igazi. Lehet, hogy ez az igazi. Tehát, hogy az emberek azt gondolják, hogy ez a módosult tudatállapot, ez valami másik világ, de közben lehet, hogy ez a valóság. Ez az igazi, az, hogy a nyugati világ eltévedt akkor, amikor a zenét úgy képzelte el, hogy lekottázható és visszaadható. Ez az iskolai magolásra emlékeztető módszer. Sokkal nagyszerűbb a zene. A zenében, hogyha elkezdjük keresni a varázserőt, és átadjuk a lelkünket ennek a saját érdekünkben, hogy olyan zenét tudjunk játszani, ami meglepő és elvarázsoló a mi számunkra, akkor ez egy másfajta zenélési mód. Ez egy olyan zenélési mód, amit időtlen időkig gyakorolt az emberiség, mert ez természetes dolog, hogy az ember azért zenél, hogy mert jól esik neki, mert kikívánkozik valami, mert egy különleges, nagyszerű világ jelenik meg. Ugye óriási erővel tud a zene hatni az emberre, és ezzel élni kell, hogy ez az erő, amivel a zene hatni tud, ez igazi legyen, olyan, amilyennek Isten igazából lennie kell. És ezt hogyan fogadta a 70-es, 80-as évektől kezdve ez a zenei közeg, vagy akár a hazai underground más bandái, hogyan viszonyultak ehhez? Volt szorosabb kapcsolat, vagy teljesen önálló szigetként működtetek? Azt gondolom, hogy mind a mai napig nem értették meg azt az indítatást, meg ezt a zenélési módot. Mert ez lenne a lényege, hogy ez minden, az lenne az igazi eredmény, hogyha rengeteg sok ember és rengeteg sok zenekar alakult volna meg, akik úgy játszanak, azért játszanak, hogy elvarázsolják magukat, hogy elinduljanak ezek a varázslatos hangulatoknak a birodalmában, és teremtsék a zenéket ebből a varázserőből, mert tehát, hogy az érzésből zenéljünk, tehát, hogy az érzésnek a legnagyszerűbb oldalait fedezzük fel, felfedezés vágyból zenéljünk, és nem pedig úgy, ahogy manapság szokás, ugye, hogy meg van komponálva, és akkor utána azt előadni. Úgyhogy, tehát ezért
Én azt gondolom, hogy ez még várat magára, és talán majd egyszer majd felfedezik a világ azt, ami a világnak, a zenének a legnagyszerűbb hivatása, hogy az emberi lelket megtöltse az életnek a teljességének az érzésével, a hangulatával, a varázs erejével. De egyébként azt gondolom, hogy ezt hogy megérzi a közönség, megérzik a zenek, akik zenélnek, azok is. És nagyon sok zenekar volt, akik mondták, hogy igen, rájuk ez nagy erővel hatott. És voltak olyan idők, a 80-as évek elején például, hogy négy olyan zenekar is volt, négy nagyobb, ismertebb, nevesebb zenekar, akik zenéket írtak rólunk, vagy hozzánk, vagy... Uh-huh. Úgyhogy tényleg ez egy ilyen különleges dolog, ami így zenélni. Ez egy olyan út, olyan zenélési út, ami valamikor volt az ősidőkben, és aminek lennie kell, és aminek újra el fog jönni az ideje. Nem tudom, jól látom, de mondjuk a punk erejét, a lázadást, azt a sodró lendületet, azt ti viszitek tovább, de az érzések is megjelennek, amit talán a népzenéhez tudok kötni. Tehát a népzenében megjelennek ezek az érzések. És én emlékszem rá, amikor a rendszerváltás környékén sokszor volt közös koncertetek a Muzsikással és a Barbaróval. Voltak ilyen hármas koncertek, azon részt vettem néhányon. Úgyhogy ott talán van egy közös pont, nem ez a népzenei vonal. Igen, én azt gondolom, hogy az ősi időkben nem volt műzene, csak népzene. Aztán miután megjelent a műzene, most már az igazi zenét népzenének nevezik, és a népzenét, hogy úgy mondjam, kiherélték, mert egy olyan szemüvegen keresztül nézik, ami a klasszikus, vagy műzene, vagy hogy mondjam, megerőszakolt zene, vagy nem tudom, tehát ami az emberi tudatnak az elképzeléseit, vagy pedig erőltetik rá a zenére, vagy pedig a mesterségbeli tudást, a virtuozitást, tehát azzal azt állítják a központba, hogy ki mennyire technikás. Habár a Vágtázó csodaszarvasban a legjobb zenészek szerepelnek. Igen, nagyon, de nem az a lényeg. De nem az a lényeg ott az érzés. Világ, igen, igen, igen. Tehát a más dolog az, hogyha az ember technikailag nagyon mindent meg tud oldani, mindent ki tud fejezni, és van mit kifejezni, és azt arra használja a tudását, hogy kifejezze. És közben megőrzi azt a képességét, hogy érezni, tudjon és merjen érezni. És a közönségetek soraiban viszont beszélhetünk nagyon különféle emberekről, akik járnak a koncertekre, tehát generációs különbségekről is beszélhetünk, vagy értelmiségiek, vagy akár punkok, vagy munkások, vidéki, városi emberek, ezek, tehát mindenféle emberek megjelennek a koncertjeiteken, és mi lehet végig is a közös, amit ők megéreznek? Én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik olyan hangulatban hallgatják a zenét, vagy hogy megérinti őket ez a szabadság, ez az őserő, és bekerülnek abba a világba, amiről igazán az élet szól, akkor attól kezdve az eldől, hogy mintha kinyílne egy kapu, sokan mondják olyan a koncert élmény, mintha kinyílne egy kapu egy olyan világra, amiről nem tudtak, csak legfeljebb sejthettek, hogy sokkal nagyobb a világ annál, mint amiben él a modern ember, és ez a sokkal nagyobb világ az, amiért érdemes élni. De ez egyénileg nyílik meg, én azt gondolom talán először, és ez hogyan vihető át közösségi életérzéssé? Hát a koncert az kitűnően alkalmas rá, mert én azt gondolom, hogy minden koncerten a közösségi hangulat, a közönségnek, hogy érzi magát a közönség, hogyan áll hozzá a koncerthez, hogyan fogja föl, hogyan értelmezi, milyen a légkör a koncertteremben, milyen a hangulat, ez egy rejtélyes dolog, és titokzatos, és nagyszerű, és ez hozzájárul ahhoz, hogy hogyan alakul, különösen a mi esetünkben, mert sokszor azt érzem, hogy az az erő, amit a koncert közönségtől kapok, az jelen van, és fontossá válik, és inspirálóvá tud válni. És olyan is előfordult, hogy a közönség énekelt miközben mi
játszottuk a zenénket, és figyeltem én is arra, hogy a közönség mit énekel, és az inspirált, és az átvettem, és aztán az visszament a közönségbe, szóval elképesztő dolgok tudnak történni. Tehát adok-kapok játék, és, igen. És egyek vagytok tulajdonképpen a közönséggel, nem egy fellépőt nézünk, hanem egy közös ünnep. Igen, és volt olyan, hogy tehát ez maga az, hogy egy zenekarban ösztönösen játszani, az egy rendkívül kockázatos dolognak tűnik a mai ember számára a legtöbbször, mert honnan lehet azt tudni, hogyha én most átadom magam annak, hogy szabadon játszom, hogy akkor lépek egy váratlan lépést. Na de a többiek, azok nem tudhatják, úgymond, hogy én mit lépek, és akkor őket az nem fogja zavarni. Hát hogy fog az beilleni abban, amit a másik öt ember játszik? És hogyan fognak erre reagálni? Ugye itt lefagy a legtöbb ember, de én meg úgy gondolom, hogy ha érzésből zenélünk, akkor minden egyes kis lépés, amiben én kitérek a szokásos keretek közül, az inspiráló lesz a többiek számára. Érzik azt, hogy ez nem volt bent a pakliba, és ettől egy ilyen bizsergés fut végig az emberekben, és hogyha miután ez nem egy vaktában történő kísérlet, hanem érzést adok hozzá, kifejezek valamilyen érzést, amivel egy váratlan, újszerű elemet tudok hozzátenni a zenéhez, azt ők is érzik, és akkor ez őket is képes megihletni, és akkor így egymást inspiráljuk, és akkor ez az igazi, ez a legnagyobb lehetőség a zenében.
ez a fékezhetetlen szabadság, ez hogyan hatott egy picit a szocializmusra, tehát a hatalmon lévőkre, vagy arra a rendszerre? Vagy olyan is gondoltam, hogy mit gondolsz, volt-e nektek hatásotok arra, hogy rendszerváltozás történt? Tehát a gondolkodásmódot alakította-e a közéletet ez a minta? Igen, hát ez a világ, ez a nagyobb világ, ami nem arról szól, amit a modern társadalomban akarnak, ez mindenképpen egy olyan tényező, amit itt se a régi rendszerben, se ami azóta történt, nem vettek jó néven, és hát különösen a média az, amelyik nem látta túl szívesen. Úgyhogy van a médiának egy fősodra, ami olyan, amilyen, és attól fényévekre van az, amit mi játszunk, úgyhogy tőlünk mindig nagyon más irányba ment az, ami a fősodorba ment, de mi nem is gondoltuk, hogy ezek az ilyen erők bármi ilyen módon nem is akartunk ezekkel különösebb kapcsolatba kerülni, mert mi az emberekhez szólunk, és hát ez egy kísérlet, hogy mire jutunk, hogy mekkora közönséget tudunk megszólítani, és hát nyilván a médiának megvan a maga, és a főáramnak, a kultúra főáramának megvannak a maga fórumrendszere, amit mi akarunk, mi szeretnénk, amitől mi jól érezzük magunkat, annak nincs. Tehát ez egy nagy kihívás, hogy egy ilyen körülmények között mégis játszani tudjunk, de szerencsére mind a mai napig sokan járnak a koncertünkre, és terjed a hatás. Azt mondhatom, hogy több mint 100 000 ember már emberre jelentős hatást gyakorolt az, amit mi képviselünk, és voltak olyan újságírók, akik azt írták, hogy hát ez egy olyan jelentőségű azoknak az életében, akik megkapták ezt az élményt, mint ahogy az 56 azoknak, akik átmentek azon az élményen. És hát megjelent egy olyan film Németországban, ami nagy hatást, amit leadtak számtalanszor a nyugat-német tévében, még a 80-as évek elején, aminek az a címe, hogy Magyarország egy csendes, nyugodt ország, amíg, és akkor utána kezdődik a film, amíg jönnek a vágtázó halott kémek, és akkor ugye elkezdünk ott rohanni a temetőben, és akkor elkezdődik az ordítás, minden, és akkor látszik azt, hogy valami olyan fölkavaró zene jelenik meg, ami az ember életét hirtelen egy sokkal teljesebb, szenvedélyesebb áramkörbe rántja be, és akkor szóval látszik, hogy ez nagyon mély nyomokat hagyott. A nyugatiakat is megdöbbentette, hogy itt Kelet-Európából ilyen létezhet, mert náluk sincsen ilyen. Így van. Úgyhogy mi visszük el hozzájuk ezeket. Viszont hiába van végre a rendszerváltás a szocializmusnak, a materializmus az akár még erősebb is, úgy érzékelem. Tehát a fogyasztói társadalom alapján ez ugyanabban a műanyagvilágban élnek az emberek. És mik azok, amik ebben a környezetben most fontosnak tartasz? Tehát mi az, amit képvisel? Most nagyjából elmondtad, hogy miket képvisel, de mégis ebben a megváltozott világban mire helyeznéd a hangsúlyt? Hogy a zenekar milyen üzeneteket tudna átadni? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy lássuk, hogy az élet ösztön az sokkal több, mint aminek a nyugati világ, a materialista világ, a fogyasztói társadalom fölfogja, mert maga a boldogság vágyunk is az élet ösztönünkből fakad. Tehát azért van az, hogy minden ember boldogságra vágyik, mert minden ember él. És minden emberben az életösztön akar, az arra irányul az életösztön, hogy éljünk, és nem is akár hogyan, hanem úgy, ahogy az életösztönnek megfelelő, és ahogy az életösztönnek megfelelő, az, ami egy teljes, csodálatos, kozmikus áramkör, aminek át kéne, hogy járjon bennünket ahhoz, hogy úgy érezzük, hogy élünk. És ez az életösztön, ez egy felemelő erő, egy kozmikus erő, egy örök erő, ezért érdemes élni, hogy ennek az életösztön, hogy ezt az életösztönt fedezzük föl magunkban minél teljesebben. És minél teljesebben fölfedezzük magunkban, és minél teljesebben megfelelünk neki, annál boldogabbak leszünk, és annál boldogabb lesz mindenki, aki ezzel kapcsolatba kerül.
Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az életösztönnek a megbecsülés, az életösztön felfedezése, és az élet, és a másik része pedig, az pedig a tudatosság, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy mindig a kozmikus életnek, az egyetemes életnek legjobb lehetőséget kell észrevennünk, és azt kell megvalósítanunk, ami a mi életünkben adódó legjobb lehetőség arra, hogy az életnek segítsünk ebben a törekvésében, hogy minél magasabbra, minél varázslatosabbá, minél szebbé tegye mindenkinek az életét, tehát hogy minél csodálatosabb életet éljünk. Ez a legfontosabb, hogy ezt lássuk, hogy erről szól az életünk, nem arról, hogy tegnap valaki rálépett a buszon a lábunkra, és akkor most azóta dől a panasz. Nem, sok embert így lerántanak, beszűkül az embernek a tudata, eltorzul és szenvednek az emberek. De hogyha látjuk azt, és ha tudatosan törekszünk arra, hogy ezt tartsuk ott a tudatunk közepén, az életközpontú gondolkodást, és a lelkünk közepén az életösztönnek a megbecsülését, akkor az életünk más irányt vesz, és akkor legalább a világnak azt a részét, ami mi vagyunk, a világegyetemnek az a része, amiért felelősek vagyunk, az legalább jó irányba megy. És nekünk ez a legfontosabb dolog, hogy mi ezért vagyunk felelősek, ezt csináljuk jól. Elültettek egyfajta, mint a spórákat szórjátok szét, és kelnek ki közösségek. Nem mindenki, igen, nem mindenki olyan, hogy tovább viszi, de sok emberre olyan hatást gyakorol, amitől megnyílik a világ, és elindulnak más utakon, megváltozik az életútjuk, és attól kezdve ők is nyitják az utakat. És hát ez egy láncreakcióval képes válni, és az azt jelenti, hogy egy forradalom a maga módján, még hogyha nem is olyan látványos, mint ahogy mi szeretnénk, de mégis valójában erről van szó. De végül is elég egyszerű a recept, mert hogyha tényleg az életösztönt, az életet tekintjük vezérlő elvnek, nem az anyagi világot, ami azért fontos és része az életünknek, akkor akár kevesebb energia ráfordítással is elérhetjük a céljainkat, vagy a boldogságot. Sokkal nagyobb boldogságot lehet így elérni, mint akkor, hogyha valaki az egész életét arra teszi rá, hogy magasabb legyen a fizetése. Ez egy zsákutca, igen. Az egy zsákutca. Nekem még azt tetszett, hogy nem tudom, ezek működnek-e még, de annak idején próbáltatok a közönséget tényleg egy egységet alkotni, tehát voltak közös táborozások, kirándulások, ezek vannak még ilyenek? Vagy... Mert úgy alakult ki ugye a zenekar, a hozzájuk tartozó feleségek, barátnők, barátok, ide említhetjük a Ritrai Színházat is, egy nagy közösséget alkottak, és hozzájuk csapódtak akár rajongók is, vagy akik szeretik a zenéteket, és együtt elmentetek, és különböző programokat csináltatok. Ez létezik még? Létezik, és ott van a Fekete Zaj. A Mátrában minden évben megtartjuk a Fekete Zaj fesztiválon szokott a VHK is játszani, és van egy olyan tervünk, hogy legyen egy VHK nap, vagy egy VHK tábor a Fekete Zajjal összekötve, ahol mind a VHK zenélési módját megpróbáljuk valahogy a közönséggel összekapcsolni, még jobban, mint a koncerteken, ahogy megy, vagy lehetőség nyílt rá eddig, és valahogy szorosabban
szorosabbra fűzni azt a kapcsolatot, ami a közönség és a zenekar között fönnáll. Most úgyis divatos, hogy 500-an vagy 1000-en összeállnak és eljátszanak egy számot, akkor most lehetne egy kiosztani sípokat vagy dobokat, és akkor lehetne 1000-en is akár. Igen. Létrehozni valamit. Igen, hát mi, nálunk nagyon fontos az, hogy a közönséggel hogy tartjuk a kapcsolatot, ez kezdettől fogva egy nagyon lényeges tényezője a koncertünknek, és hát ma is. Minden alkalommal történik valami meglepetés ezen a téren, mindig kitalálunk valamit. És termékeny a zenekar, tehát azt a próbákon jönnek újabb ötletek, és hát születnek. Igen, most is ugyanolyan túltermelés van, mint túltermelés régen. Van. És hát a legutolsó lemezünk, az Életzuhatag, arról azt írták, hogy hát ez egy elképesztő és hihetetlen, hogy lehet az, hogy 40-valahány év múlva még mindig ugyanolyan erős a zenekar, mint a 80-as évek elején, és most jön a következő lemez. Szoktunk olyan alkotótáborokat tartani, amikor három napra bevonulunk a stúdióba, és akkor csak a zene van, és akkor megpróbál, és akkor belevetjük magunkat abba, hogy most itt van egy hatalmas háromnapos lehetőség arra, hogy a legvarázslatosabb erőket felszabadítsuk, vagy elszabadítsuk, és a hatások alá kerüljünk, és meg is történik, és elképesztő dolgok születnek. Úgyhogy szerencsére föl tudjuk ott venni jó minőségben, és lemezre is tudjuk tenni, de hihetetlen, tehát a számunkra is hihetetlen dolgok történnek. És az ötletek nagy része az tőle jön most is. Tehát, hogy úgy tudom, hogy akár álomból fölébredve diktafonra mondod az ötletédet, vagy a dallamokat, hogy ez így születik általában, és akkor ők kiegészítik, hozzáadják a saját ényüket, a saját álmaikat. Én annak örülnék legjobban, hogyha mindenki ugyanúgy hozzájárulna a zenekarhoz, de valójában valószínűleg az a lényeg, hogy mindenki a saját módján, a saját lehetőségeit ugyanúgy próbálja föleleveníteni, vagy élni, beadni apait, anyait, a szívét, lelkét, mint ahogy én is. Arra törekszem, hogy mindent megtegyek azért, hogy ez a csodálatos zene, mert azt gondolom, hogy a zene sokkal nagyobb dolog, mint ahogy azt az ember el tudja képzelni, hogy ez a csodálatos zene leköltözzön, érdemesnek lássa azt, hogy megjelenjen, mert hogyha mindent megteszünk, akkor szerintem meg is jelenik. És igen, sokszor az a helyzet, hogy az én indítatásaim azok, amik a legjobban átjönnek, és hát én vagyok az énekes, ami fontos, hogy nekem tetszen a zene, mert akkor tudom igazán jól belevetni magam. De azért a többiek is nagyon fontosak és nagyon lényegesek, és valahogy itt egy alkotó közösség az, ami fontosabb az egyénnél, ami igazán számít. Egy közösségi ügy, hogy valami olyasmit hozzunk létre, ami nagyobb, mint külön-külön vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy az élet csodájából, a zenén keresztül juthatott hozzánk az üzeneteket, és azt is, hogy eljöttél ide. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.